Az iparos otthon biztosította a helyet, ahol közel 30 festmény készült. Mindenki más-más témát vitt vászonra. Engem lenyűgöz az, hogy mennyiféle stílus van. Tehát tényleg nagyon variálódnak a képek. Ez meglepő tényleg. A táborban résztvevők többsége nem csak alkotni, kikapcsolódni, ismerkedni jön, hanem fontos számukra a segítségnyújtás is. Mindig nagyon szeretünk segíteni a rászorulóknak, tehát több ilyen jellegű táborban részt veszünk, és nagy öröm számunkra, hogy valamennyit, egy kicsit is bár hozzá tudunk tenni a helyzetük javításához. A festőtábor 12. éve szervezik meg. A jelenlévő 26 festő alkotása a Bárka tulajdonába kerül. 12 éve ezelőtt, hogy alakultunk, akkor én mentem a Zibolyához, a Bárkában, és felajánlottam, hogy mink úgy tudunk segíteni őket, a fiatalokat, most már nagy fiatalok, ugye, hogyha festünk is, akkor hogyha tudnak aztán ezeket a munkákat eladni, vagy ajándékba adni azoknak, akik segítik őket. És eddig sikeres volt. A festőtábor egy közös ebéddel zárult.